Szép jó estét mindenkinek, szervusztok! Megszokhattátok már, hogy zen előadás címén beszélünk valamiről, amit érthetünk. És most olyas valamiről fogunk beszélni, amit nem érthetünk. Valójában a zen az pontosan itt kezdődik. Az igazi kérdés az, hogy hol merjük elengedni a gondolkodást, és hol merünk visszatérni a gondolkodás elé. Nagyon sokan foglalkoztatok buddhizmussal, hozzátartozó nyugati tudományokkal, és ha eleget foglalkoztatok vele, akkor láthatjátok, hogy ez szépen körben járás. Nem több, nem kevesebb. Nem mindegy, hogy milyen köröket rovunk. Nem mindegy, hogy hogy érezzük magunkat ezen ciklusokban. Az igazi kérdés az, hogy mikor szeretnénk meghaladni a horizontális gondolkodást, egyfajta transzcendens, vertikális gyakorlattal. Az egész körülbelül ahhoz hasonló, amikor rájössz, hogy hiába ültél repülőgépen, eddig csak a reptéren taxisztál. És mikor fogsz kimenni a kifutópályára, és mikor fogod a gázkart így előre tolni, és mikor fog ez a repülőgép felszállni? Nem elszállni, felszállni. Ez más. Bizony más. Ekkor rájössz, hogy a gondolkodás önmagában elvitt egy darabig, de nem segít a végcélhoz. Az ember ezt úgy mondjuk, hogy már nem támaszkodsz az írásokra. Olvastál eleget, tanultál eleget. És ekkor a sok-sok érthetőből kiderült, hogy amit keresünk, az az értelmen keresztül nem ismerhető meg, nem gondolható el, mert ez az, ami gondolkodik. Tehát mit teszünk? Ekkor közvetlenül az ember tudatára irányulunk, és megkérdezzük, hogy valójában mik vagyunk mi. És az erre adott válasz az sokkal inkább tapasztalat sem, mint valami gondolat, hiszen szóba nem foghatod a végtelen teret és a végtelen időt. A Mahajánában állítottak számára egy buddha figurát, Amitabha buddha figuráját, és az Amida az azt jelenti, hogy mérhetetlen. Az A az a fosztóképző, a Mida vagy Mitra az a méternek az eredete. Úgyhogy amikor közvetlenül az ember tudatára irányul a keresés, akkor egész más eszközökkel kell dolgozni, mint amikor csak gondolkodsz és rendszereket ismersz meg. A régi zenmesterek kialakították azokat a mentális kifutópályákat, ahol a te repülőgépet felszállhat. Ezeket hívják koanoknak. Nyugaton is léteztek, ezeket hívják paradoxonoknak. Csak amíg keleten egy teljes repülési útvonal áll rendelkezésre, addig nyugaton régóta elveszett ez a repülési terv. És nagyon-nagyon sokféle leszállás lehetséges. Azok a nyugati művészek, misztikusok, keresők, akik az értelmen túlit szerették volna megragadni, nagyon gyakran kényszer leszállást kellett, hogy végrehajtsanak, akár egy elmegyógyintézetben, akár valami nagyon magányos vidéki házban, ahol tovább élhettek. Keleten ugyan történhettek balesetek, ezekről nem sokat tudunk, de az biztos, hogy az úti terv az megvolt, és a mai napig megvan, hogy mit tegyél a transzcendens tapasztalattal, hogyan alakítsd át vele a karmádat, és hogyan gyere ide vissza ebbe a világba, és hogyan segíts az összes érzékszervhez kötött lényen. A koanok tehát jobban kidolgozott rendszert alkotnak, akármennyire is nem rendszerszerűek. Miért? Mert párosul hozzájuk egy olyan praxis, egy olyan szellemi irányvonal, amely folyamatos a Buddha óta. Bodhidharma volt a zen első és a buddhizmus 28. pátriárkája, és ő volt az, aki a buddhizmust elvitte Indiából Kínába. Az ő közvetlen találkozásai emberekkel, ezek a találkozások megmaradtak, és a mai napig egyfajta iránymutatásként szolgálnak.
Legelőször Bodhidharma Wu uralkodóval találkozott. És ez a találkozás, ez nagyon életszerű és természetes volt, le is jegyezték. És az uralkodó, aki nagyon jó buddhista hírében állt, és tényleg nagyon sokat segített a buddhizmusnak, meg szerette volna tudni, leszerette volna mérni, hogy Bodhidharma milyen tudattal rendelkezik, és milyen tanítást tud adni. Úgyhogy felhasználván buddhista műveltségét, azt kérdezte Bodhidharmától. Számtalan templomot emeltem, számtalan szerzetesnek segítettem. Mennyi erényt nyertem ezáltal? Mire alapozhatta a kérdését? Arra, hogy a Lotus Sutrában, az ok és okozatot nagyon világosan tárgyaló szutrában benne van, hogy aki a buddhizmus segíti adománnyal, építkezéssel, jó akarattal, odahatással, az bizony erényt nyer, mert ez az energia pozitívan tér vissza hozzá. Viszont, hogyha nem tudod, hogy hány templom és hány szerzetes kapott, és mit és mennyit, ez a végtelenig tud tágulni, ő pedig megkérdezte Bodhidharmát, hogy ugyan már a sok-sok, végtelen sok jó cselekedet által mennyi erényt nyertem én? Mire Bodhidharma így válaszolt, semennyit. Erre uralkodó eléggé meglepődött, hiszen nem ilyen választ várt. Hiszen az írásokban nem ez volt. És akkor a második kérdés is elhangzott, de hát akkor mi a jelentése a szentiratoknak? És akkor Bodhidharma így felelt, végtelen tér, semmi szent. Hát ez volt az, amit egyáltalán nem várt az uralkodó, mert ez egy zen válasz volt, és nem egy buddhista válasz. És ekkor feltette a harmadik kérdését, amely így szól, de hát akkor ki áll előttem? És erre így szólt Bodhidharma, fogalmam sincs. Jó magyarosan szólva ez volt az, ami kiverte a biztosítékot, és ekkor Wu uralkodó így szólt, semmi közöset nem látok bennünk, köszönöm a látogatást. Erre Bodhidharma sarkon fordult, átkelt a Yangtzén, és ezek után Shaolinban 9 évig ült egy barlangban a falnak fordulva. Mit csinált? Nem tudjuk, mit csinált. Csak azt tudjuk, hogy a 10. évben megjelent a kínai buddhizmus első pátriárkája, Huiko, és tanítást kért, és meg is kapta. Ez volt az első olyan koan, ami tanító és tanítvány között történt a kínai buddhizmus történetében. Huiko ott térdelt a hóban, és a harmadik napon, amikor még Bodhidharma mindig nem mozdult, akkor fogta, és levágta a bal kezét, és odadobta a hóba. Erre Bodhidharma már megfordult, és megkérdezte, ki vagy, aki ennyire elszántan kéri a tanítást? És erre Huiko azt mondta, hogy nagyon fáj a kezem. Nem nyugodt a tudatom. Erre Bodhidharma így szólt, hozd ide a tudatodat, hogy megbékíthessem. Erre Huiko azt mondja, nem találom, mester. Erre Bodhidharma így válaszolt, akkor már meg is békítettem. A tekintetekből látva, mi sem ilyen előadást gondoltunk ma este, hanem valami nagyon együttérző, nagyon bölcs és nagyon buddhista traktátust, amitől mindenkinek a szíve emelkedettebben megy haza. Miért ilyen kemények ezek a koanok? Miért ennyire tőrölmetszettek és közvetlenek? Ezt egy hasonlattal szeretném megvilágítani. Az a tudat, amelyik tisztán lát és meghaladta az ellentéteket, az bekerült abba az állapotba, amikor látja saját teremtését. Látod azt, hogy hogyan teremted érzéseiddel, gondolataiddal, szavaiddal, cselekedeteiddel a világot. Tehát beléptél a gyárba. Addig csak ott jártunk a gyönyörűséges szakboltban, ahol jól öltözött eladó leányok megmutatták a terméket, hogy a világ az ilyen, és ennyi minden van benne,
és a világ az így szép, és így csúnya, és így működik, de amikor belépsz a gyárba, ott már nincsenek szép eladó leányok, hanem izzadt munkások, vasgépek, zaj és kőkemény ok és okozat. Amikor belépsz a tudatod folyamába, és meglátod, hogy te hogy teremted a világodat, tehát hogy teremtjük egymás számára a világot, a tapasztalat gyökeresen más ahhoz képest, mint amit szeretnénk. És ezt hívják az illúziók meghiúsulásának, és ezért nem lesz a zen sohasem tömegműfaj. Ha igazat szeretnék szólni, és törekszem a teljességre, nem táplálhatok illúziókat se feléd, senki felé sem. Ezért mondták a taoisták, hogy a jó tanítás az keserű, és a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Na most az emberek, mi mindannyian, mi szeretnénk boldogok lenni, mi szeretnénk jól érezni magunkat, és valahol tudni azt, hogy a világ az rendben van. És a zene ezt nem adja meg. Te tapasztalhatod saját magad számára, de ezt kívülről, doktrínában, tanításban, rendszerben, dogmában nem kapod meg. És ezért nehéz az út. Magadnak kell felfedezni. És ezért nagyon sok olyan koan van, amit nem tudsz megoldani horizontális, dualisztikus gondolkodással, hanem csak a transzcendens, vertikális nézőpontot elérve tudod helyesen megválaszolni. Egy olyan tudatból, amely nincs kettősségekre szakítva, amely nem táplál illúziókat, amely igazi önmaga. Az egyik ilyen példa. Zhou zenmester meglátogat két remetét, és megkérdezi az egyiket. Elérted? A remete felmutatja a nagy, csukott öklét. Erre Zhou azt mondja, itt sekély a víz, nem maradhatok. Megy a másik remetéhez, és megkérdezi. Elérted? Az a remete is felmutatja a nagy, csukott öklét. Erre Zhou meghajol előtte, és azt mondja, birtokában vagy a legmagasabb rendűnek. Szabadon öl, szabadon óvsz, tiéd a nagy út minden pillanata. A kérdés az, hogy miért fogott el Zhou az egyik választ, a másikat pedig nem? Na most, ha ezen te elkezdesz gondolkodni, akkor a repülőgépet tovább rója a köröket a betonon, és soha nem fog felszállni. Viszont a pilóta, te irritálódsz, frusztrálódsz, elégedetlenséget érzel, mert nem válaszoltad meg. Ezt hívjuk kíváncsiságnak, törekvésnek, erőfeszítésnek. És akkor, hogyha egy koan úgy jó beléd akad, az tényleg működhet úgy, hogy segít elemelkedni a talajról. Segít meghaladni a mindennapok szokásrendszerét, gondolkodásmódját, mindazt, amiben hiszel, és mindazt, amit tudsz. De lesz ez még rosszabb is. Tehát amikor nem öklökről tárgyalunk, hanem mondjuk egy fáról. És képzelj el egy fát, a fának van egy oldalra kinyúló, hatalmas nagy ága. És ezen az ágon te lógsz a fogadnál fogva, megkötözve. És valaki odajön a fa alá, és megkérdezi, hogy miért ment Bodhidharma Kínába? Na, hogyha kinyitod a szád, hogy válaszolj, akkor lezuhansz, és agyonzúzod magadat. Ha nem válaszolsz, akkor az ott álló zenmester, Hyang Omnak hívják egyébként, ő jegyzi ezt a koant, lelő, mert nem teljesíted a kötelességedet, mint zen tanítvány. És a kérdés az, hogy mivel te vagy fönt a fán, hogy maradsz életben? És ezeket nem szeretjük. Ezek nagyon-nagyon nem szeretem koanok. Az első az, hogy elhárító mechanizmusaink teljességét bevetjük, az, hogy nem is én vagyok ott fönn a fán, hanem te. Na de hát, nem éltél még eleget, hogy a mulandóság már téged is így kicsikét elkapott? Mindenki fönn van a fán, csak legfeljebb nem akarjuk elismerni. És mindenki meg van kötözve, mert feltételek között és egymásra utalva élünk.
Tehát akkor most hogy van ez? Elmered-e ismerni, hogy fönt vagy a fán, és belemersz-e menni a dilemmába, a paradoxonba, tehát a koamba? És hogyha megvan a meghaladó mozdulat, akkor helyesen tudsz válaszolni. De ha gondolkodsz, akkor össze-vissza zúzod magad a helytelen válaszok tüskebozótjában. És az, hogy agyon zúzod a saját illúzióidat, és összetöröd a saját egoitásodat, ezzel profitálsz igazából. Még csak nem is a helyes válaszsal. Mert hogyha megválaszoltad helyesen a koant, mi történik, kapsz egy másikat. És akkor azzal küzdesz. Viszont ami történik ezen közben, az valami olyasmi, aminek a melléktermékeként bölcsességet, együttérzést, önzetlen segítséget, tehát boldogságot és egyfajta teljes életérzést tudunk tapasztalni. De ha erre te közvetlenül törekszel, ha megkerülöd azt az utat, amit nem lehet megkerülni, akkor a vágyakon kívül nem marad semmi. Az énednek, az egoitásodnak nem egy különleges változata képes a boldogságra, mint hogyha bekonfiguráltál, akkor enter és megvan. Nem. Annak mennie kell. Tehát hogy lehet egy fal mögül, egy melvéd mögül, az éned kőkemény határoltsága mögül intimitásban, egységben, teljes értékű kapcsolatban lenni egy másik emberi lényel? És akkor hibáztatjuk a másikat, hogy nem elég odaadó, meg nem elég önzetlen, meg nekünk kapcsolati problémáink vannak, és ebben a másik a hibás. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a gyár és a termék az nagyon összefügg, de a gyár az a gyár, a termék pedig a termék, és mi nagyon szeretjük a kettőt összecserélni. És ekkor igyekszünk elkerülni a felelősségvállalást. De lesz ez még rosszabb is. Tehát amikor már nem fákról, hanem apró, pici kis macskákról beszélünk, egyen-ketten már mosolyognak. Nem mosolyogjál, nem oldottad meg. Tehát az van, hogy Namcson zenmester a saját kolostorában vitatkozó szerzetesek csoportját találta meg, akik egy apró, pici macskának a birtoklásán évődtek. Az egyik azt mondja, ez a mi macskánk! Másik csoport azt mondja, nem, ez a mi macskánk! De mi etetjük? De mi találtuk meg? De mi simogatjuk? De nálunk alszik? Ismerős volt valakinek gyermekelhelyezés? Namcson zenmester fogta, megragadta a macskát, kivette a fogadalmi kését, amivel a novíciusok hajtincseit vágja le, és azt mondta, ide figyeljetek, mondjatok egyetlen igaz szót, és megkímélem a macska életét, ha nem, megölöm. Na most mindenki olyan szép, tágra nyitott szemekkel ült ott, mint ti, és akkor egyszer csak Namcson zenmester így ketté vágta a macskát. Na, erre szokták az együttérző emberek eldobni a gyógyszert, és azt mondani, hogy hát ez nem is lehetséges, ezt valaki kitalálta. Hát aztán nem tudhatod. Kínai zenkolostorokban nagyon sok minden megesett. Meg hát egy zenmester nem is tehet ilyet. Hát ott van benne, hogy nem vehet el életet. Dehogy nem. Hát az már az ő dolga. Az teljesen az ő karmája, ha bevállalja, érted, hogy téged tanítson, akár meg is teheti. Meg hogy az a macska az nem is úgy volt. De igen, az úgy van. Nem vesztél még össze valami nagyon komolyan egy másik emberrel, és nem jött elő így a birtokló ösztönöd kőkeményen, és a másik is, és csattantok, mint a rinocéroszok így. Vagy a vízi lovak, vagy a dán vadak a tisztáson. Tehát az igazi kérdés, ha ott lettél volna, akkor hogy mentetted volna meg a macska életét? És ehelyett minden mással foglalkozunk. El nem hiszed, hogy miket kísérleteznek az emberek az interjú szavában, csak azért, hogy nekünk legyen igazunk, humanoidoknak. A macska nem számít, zenmester se számít, semmi se. Nekem igazam van. Legelső mozdulat, hogy elítélem az zenmestert. Csúnya rossz macs. Nagyon-nagyon nem helyes, hogy ketté vágta. És? Mit tudsz vele kezdeni? Valójában hogy tudod megmenteni a macska életét? És ezek még az úgynevezett egyjelenetes koanok. Aztán van, aminek több szakasza van. Azért mondom ezeket, hogy megnyissak előttetek egy újabb dimenziót.
attól, hogy ezt valaki megválaszolja, inkább kevesebb lesz, és nem több. És ez így a jó. Mert a válaszadás küzdelmében lefarag magáról olyan rétegeket, amelyeket más kés, más penge nem tudna leszelni róla. Azokat a bekötött téves nézeteket, azokat a ragaszkodásokat, amik a személyiség legalját alkotják, csak nagyon éles és nagyon alapos pengével lehet lemetszeni magadról. És a koan válasz, amikor megjön, akkor bizony lerobbantja ezeket a már meglazult sziklákat és göcsörtöket rólad. De amíg ugye történik, az nagyon sokszor nem kellemes. De hát, mint tudjuk, a kórházban sem mindig kellemes, de igyekszünk gyógyultan távozni. És hogyha az ember már eléggé érett, akkor látja azt, hogy az ellentétek meghaladásával és egy tiszta, non-dualisztikus tudat megélésével sokkal többre megy, mint hogyha egy 101. vagy 105. könyvet elolvas. És nem csak körben-körben mozog. Úgyhogy én bevezetőnek ennyit szántam. Az arcokból azt láttam, hogy sikerült némi megrökönyödést kelteni, esetleges gondolatokat ébreszteni, amit én nagyon szívesen fogadok. És ha ezeket kérdésekbe tudjátok önteni, akkor azt nagyon szívesen meghallgatom, és megpróbálok rá válaszolni. Kinek van kérdése? Hát nem lep meg. Viszont akkor a következő van, én tovább fogok koanokat mesélni. Képzeld el. Van egy ilyen sok jelenetes, ami úgy indul, hogy már ott vagy a gyönyörűséges zen templomban, ahol te gyakorolsz. És bizony már van rutinod is, van egy kis tapasztalatod abban, hogy a meditáció milyen, hogy hogy viselkedünk a templomban, hogy mit kell csinálni, és mit nem szabad. És egyszer csak bejön egy vendég, nem szól egy szót se, cigarettázik, hát ilyet templomon belül, hát ez már, de mégis. Cigarettázik, bejön a Dharma terembe, oda megy a Buddhához, füstöt fúj az arcába, és lehamúzza. Ott vagy, mit csinálsz? Az első válasz, ami nagy, hívom a rendőrséget. Hát ahhoz jó étvágyat kívánok, tudod, hogy mikor jön ki a rendőrség? Ha vér van a padlón, akkor is lassan. Hát itt ilyen nincs. Nincs vér a padlón, viszont van egy nagyon komoly helyzet, ezt meg kell tudni oldani. Másik, megmondom neki, hogy ne dohányozzon. Azt már rég tudja, hogy nem kell dohányozni, de mégis megcsinálja. Értelmi képességének teljes tudatában van ott. Tehát hogyan kezded el feszegetni, hogy bolond vagy zenmester? Hogyan derül ki, hogy mit hozott a tudatában, és nem ragadsz le annál, hogy dohányzik, hibázik, nem így kell csinálni. Tehát, hogyha beleakadsz ebbe, akkor az előítéleteid meggátolnak abban, hogy megismerd ezt az embert. A megismerés és a tudomásul vétel az nem jelenti azt, hogy gyenge vagy. És ennek a koannak nagyon érdekes kifutása van. Nem mondom meg, hogy hány, és azt sem mondom meg, hogy hány lépésen keresztül. Ezt te majd szépen fölfedezed magadnak, ha akarod. De az igazi kérdés, hogyan oldod meg a helyzetet? Egyáltalán hogyan szólítod meg ezt az embert? Hogyan próbálod meg felébreszteni, anélkül, hogy jóval és rosszal kezdenél el rögtön foglalkozni, és beskatujázod mondjuk a rosszba? Ez az igazi kérdés, és egy csomó olyan helyzet van, amikor ugye megáll a gondolkodás, mert nem tudod. És ebből a nem tudóból, ebből a nem tudomból, hogyha ez elér egy kritikus tömeget, ha elég időt töltesz vele, akkor kipattan valami, amit az intuíció szikrájának lehet nevezni. Na mondok egy békésebbet, egy ilyen kis tájképeset. Hatodik pátriárka megy a saját templomában, és lát két szerzetes, csak kettőt. Nem két nagy csarnyok nyit, csak kettőt, és vitatkoznak. Az egyik azt mondja, Nini, a szél mozgatja az zászlót. Mire a másik nagyon furfangosan azt mondja, nem, a zászló mozog a szélben. A hatodik pátriárka egy rájuk förmed, és azt mondja, nem a szél mozog, nem a zászló mozog, a tudatotok mozog. De hát ez se igazán korrekt, mert
eredeti tudat az nem mozdul. Téged kérdezlek, mi mozog? Szél vagy zászló? Na, gondolkodás beindul, csőttömeg elkezdődik, frusztráció a csúcsba van, és rájössz, hogyha ezen, hogy szél, zászló, tudat, szél, zászló, tudat, szél, zászló, tudat. Tehát így elkezded így szépen, mint a kis kutya a farkát így rohangálni körbe-körbe, és hogyha nem állítod le magad, akkor nincs vége. És senkit nem hibáztathatsz, hogy te kvázi megkergültél, mert egyszerűen követed a gondolataidat, és nem vagy hajlandó leválasztódni róluk. Nagyot sóhajt, és aztán elhallgat. Ez a meditációnak a kezdete. Hogy igazából van-e értelme annak, hogy ti irányított kérdésekre válaszokat vártok, mikor, hogyha te egy kérdésre választ vársz, azzal tulajdonképpen bezárod a tudatot, míg hogyha csak nyitott kérdést teszel fel, amire nem válsz választ, akkor lehetőségeket adsz a tudatnak. Van-e értelme az, annak, hogy téves nézetekkel, vágyal és haraggal születünk meg, felnövünk, megbetegszünk és úgy is halunk meg? Ennek van értelme? Nincs. Örülök. Na ehhez képest minden más jobb. De amit mondtál, abban... Jó, de még mindig az a problémám, hogy a válaszokkal te csak bezárod az adott embert valahova. Én? Nem te, hanem hogy a ő maga én bezártam. Hát láttál nem ilyen te? Rácsokat a zenterem mellett, hogy itt ilyen első ilyen kapun átment, és akkor ott a rács mögött ott van? Nem, igazából ő zárja be, persze, tehát az ő válasza. De hát azt én nem hagyom. Ja, jó. Hát én nem hagyom, hogy ő bezáródjon. Hát felteszem neki az újabb kérdést. Nehogy már jól érezze magát. És azt gondolja, hogy én megoldottam, én lettem a zen tanítvány, én a három és feledik kapun átmentem. Te tudod, hogy miért nincs Bodhidharmának szakálla? Na látod, ez egy nagyon nyílt végű kérdés. Mutáns, biztos mutáns. Van egy ilyen betegség. Hozol DNS mintát, megbeszéljük. Én le is tesztelem neked. Nagyon kedves vagy, hogy... Melyik ugye haploid csoportba tartozott, ugye? Az nagyon fontos lehet, de a szellemi DNS még fontosabb. Tehát én azt szeretném, hogyha nem definíciókban, lezárásokban és olyan válaszokban gondolkodnánk, amiket engednek szükségszerűen még nem ismersz. Megválaszoltál bármelyik kohant? És engem nagyon érdekel. Tehát én 20 éve kezdtem ezt, így Isten igazából, és nagyon izgi, tehát egyre izgalmasabb. Van ilyen tapasztalat? Vagy abban jobban hiszek, hogy te egy végtelen lény vagy, és végtelen lehetőségekkel rendelkezel, ezért a válaszok azok csak bizonyos ideig segítenek, vagy segíthetnek. Látod? Díszcsomagolásos terméket vettél magadnak, hazaviszed, kibontod, és... Fincsi, a gyárhoz semmi köze ennek. Tehát itt az van, hogy mi történik? Te szeretnél egy ideát úgy hazahozni és betenni a vitrénbe, hogy végtelen lény. Meg hát legalább én abban szeretnék kinni... választani. Tessék? Legalább legyen lehetőséged választani. Na de tudod, hogy a lehetőségek valósak vagy sem? Marketing? Nem tudom, mi a valós igazából. Na végre! Hát nem kéne megtudni? És hogyha meg szeretnéd tudni, nem kéne leásni magadban, hogy az a lény, aki a szemeddel lát, és a füleddel hall, és a fejeddel gondolkodik, a szíveddel megérez, az az igazi lény, az micsoda? És nem lenne érdemes egy ilyen komoly labortesztet lefolytatni? Eleget vagyok laborban. De én nem arra a laborra gondoltam, ahol petri csészék, meg ilyen kis keringetők, meg különböző vezetékek. Azt úgy hívják, egy centrifuga. Látod? Rég voltam. Vagy apai segítek. Örökség. Tehát nem erre a laborra gondoltam. Egy olyan laborra, ahol iszonyú nagy csend van, nincsenek ilyen kis bunzenégők, és elmerülsz úgy magadban így belül, és napi 8 órát azzal töltesz, hogy megpróbáld megtapasztalni igazi önmagadat, sőt, ezt le is teszteled az interjú szobában, hogy ez hogy működik. Na most, ha ez érdektelen, akkor nagyon-nagyon csalódott leszek. Jó? Tehát, ha valós lehetőségeid vannak, akkor valós választásokat tudsz ugye tenni. Ha nem tudod, hogy miközött választasz, hát az még a tudományelmélet három legfontosabb
alapismérvének sem felel meg. Ugye? Kísérletileg igazolható, racionálisan elemezhető, és mindez megismételhető. Jó? Tehát nézzük meg, hogy mi a valóság. És annak az alapján kezdjünk el terjedni, mert amíg hipotézisek, meg vágyak, hogy én ezt szeretnék lenni, és milyen jó lenne, ha én ilyen végtelen lény lennék, az nagyon-nagyon gáz lenne. És képzeld el, ha nem tudnál meghalni, mert az időben végtelenítetted magadat. Az micsoda csapás lenne, nem csak az egészségügynek és a nyugdíjalapnak, hanem úgy a körülötted lévő embereknek is. Ugye? Tehát fogadjuk el a valóságot úgy, tudat megszületett ebben a testben, tehát mulandó, tökéletlen és függ. Azt mondod, nem? Ebben a teremben mindenki oxigén függő. 5 percig nincs oxigén, kaput. Tehát az, hogy kölcsönösen függünk, környezet és mi, társaink és mi, emberiség és mi ezen a földön, ez alapdolog, és nézd meg, mennyire nem tudjuk elismerni. Ha meg egy részét elismertük, akkor a többi részét nem óhatjuk látni. Lásd, amikor ezek a nagyon jó kis bacillus minták elvesznek. Nemrég volt egy kis fekete himlős kis kémcső készlet, ott valahol eltűnt, és így nézzük, hogy ez hova tűnt. Nem fogták fel, hogy ez mire képes? Ez a tenyészet? Valószínűleg nem. És akkor úgy eltűnt. Tehát visszatérvén a lehetőségekhez, a legváratlanabb és legspontánabb dolgokat magadban találod meg. A külvilág sokkal unalmasabb. Tehát ha mersz leásni magadba, és mersz hibázni, és megmered kísérelni a választ arra, hogy segítő bemegy a beteg zenmesterhez, kicsi klinikai oldal is. Mester, hogy szolgál a kedves egészsége? Ott fekszik az ágyban. Hogy szolgál a kedves egészsége? A zenmester azt mondja, naparcú Buddha, holdarcú Buddha. Na, ez mit jelent? Következő kérdés. De maga a tudat sem végtelen lehetőségekkel rendelkezik? Mi a tudat? Igen, ez egy jó kérdés. Engem érdekel? Kíváncsian várom a választ. Mert ugye ti ezzel dolgoztok elsősorban. Én? Hát nem tudom. És ki nem? Találgatok. Na de ki nem, lelkem? Hát azért gondolj, te hányszor mondod egy nap azt, hogy én? Megszámoltad? Sok százszor. Biztos, igen. De mi ez az én? Mi ez az én tudat? Mi az, amit léleknek hívunk, vagy stb. Jó? Tehát dolgozunk mi ezzel, csak iszonyatosan nem látjuk, hogy az pontosan micsoda. Megmaradtunk egy felszíni, társadalmilag kondicionált értelmezésnél, anyuka, apuka megtanította, iskola megnevelte, katonaság megkeményítette, stb. Tehát ezzel az én tudattal dolgozunk, ami egy iszonyatos nagy folt halmaz. Valójában mi ez? És leszeded ezeket a foltokat, leveszed a relatív rétegeket, mit találsz alatta? Tehát mi az a tudat, ami mondjuk lát? Látja a jövést és a menést, a keletkezést és a megszűnést, a jó és a rossz hullámvas utazását benned. Mi ez a tudat? Hol van? Milyen színű? Szerintem mindenhol van. Szerinted? Uh-huh. Itt is? Uh-huh. Akkor ez a pohár visszabeszélhet nekem? Hát valamilyen szinten igen. De rezeg, meg mindenféle csinál benne, ami... Hallottad, hogy mit mondott? Tudod, voltak ezek a japán kutatások, hogy a vízbe különböző imákat mondtak, és akkor a kristály szerkezet megváltozott. Szóval valami van benne is. Jó. Japánokhoz most nem megyünk el, ezért a japánok egész kemény koan hagyományt hagytak ránk. Az, hogy milyen vízkristályok vannak, az rajtad most itt effektíven nem segít, főleg amikor úgy fagynak meg. Tehát az igazi kérdésre, hogy mi az, ami látja a vízkristályokat, mi az, ami ezt megissza, mi az, ami hallgatja ezt a nagyon kevéssé érthető és néha unalmas, néha meg botrányos ugye, történetsorozatot, mi az? Tehát ezt a vízkristályokból te nem fogod megtalálni. És ez így a jó. De érdekes, beszéljünk róla. Csak nem most. Egyéb kérdés? A helyes erőfeszítéssel kapcsolatban érdeklődnék, hogy sokszor találom magam olyan helyzetben, hogy
ugye törekszem arra, hogy valamelyest elérjek valamit, de akkor már rögtön el is rontom, mert az a fajta törekvés, ami így a valamilyen módon a gondolkodásból fakad, akkor az az akadályom már is válik. Tehát, és akkor van egy ilyen szép kifejezés, hogy helyes erőfeszítés, hogy ez, mesélj erről kérlek, hogy ez hogyan tud megtörténni. Tehát, hogy ne a tudatommal, ne akarattal, ne az énemből jöjjön ez az erőfeszítés, hanem helyes helyről, hogy működik ez. Mekkora erőfeszítést kellett tenned, hogy föltedd ezt a kérdést? Semennyit. Nagyon keveset járatni kellett a számot. Most semennyit, vagy keveset? Hát gondolom fizikális szinten erőmbe telett. Gesamtkunst. Fizikailag, mentálisan, alles zusammen. Mennyi kellett? Kicsi. Kicsi? Milyen kicsi? Jelentéktelen. Tudod, hogy mennyi? Nem. Na, akkor maradjunk meg annál, hogy nem tudod. Ha az az erőfeszítés, ami ehhez a kérdéshez kellett, tovább megy, hogy elkezdje méricskélni ezt az erőfeszítést, minősíteni, akkor egy olyan metaréteg alakul ki, ami az egészből elveszi az eredetiséget, mert elkezded ellenőrizni, mérni önmagad, vagy amit önmagadnak gondolsz. És ez az erőfeszítés helytelensége. Mondok rá egy példát. Pár szerzetes bement gyönyörűséges, hatalmas templomban az emmester szobájába, és megkérdezte, azt mondja, mester, mi ebből a gyönyörű hegyből ki szeretnénk faragni Sákyamuni Buddha ülő szobrát. Lehetséges ez? Erre az emmester azt mondta, igen. Mindenki boldog volt, leborultak háromszor, te a kihörpint, mennek ki. És az utolsóként kislattyogó szerzetes így visszaszólt, hogy mester, tényleg meg tudjuk csinálni? Erre az öreg azt mondta, már nem. Jó? Tehát erre tessék vigyázni, hogyha nem azt látod, hogy az ok és okozat előtted milyen irányba megy, és nem közvetlenül benne vagy a cselekvésben, hanem csak teszed. Szungzász, hogy just do it. Ha ennél több van vagy kevesebb, akkor biztos, hogy félre megy. Tehát a teljesség, a jelenlét, a pillanatnak a tisztasága, az mindebben a csak teddben, vagy just do it-ban ölt testet. Ha ennél több, mert meg szeretném nézni, hogy na most mennyi erőfeszítést tettem, tényleg helyes volt? És akkor előszeded a kis én mértéket, és azon nyomban így rásül az egészre, és eltorzítja az egészet. Jó? Tehát az ok és okozat bekövetkezése, a te szándékod, amiből ezt indítottad, ez már önmagában elég. És itt a kevesebb, az több. Tehát nézd meg ennek a valós alapját, és ne próbáljunk meg egy nagyon kifinomult metarendszeren keresztül különböző fekete és piros pontokat adni saját magunknak, hogy milyen erőfeszítést tettünk. De ha nem látod, akkor az visszacsap. Ha látod, akkor te ülsz a bakon és te vezérled, hogy az merre megy, mit csinál, milyen eredménye van. Így sem megjósolható, de te legalább a valóság talaján állsz, és nem ideákban és különböző ilyen minősítő Excel táblázatokban gondolkodol. Jó? A gondolkodásnak ez a fajta jelenléte, ez egy kulturális tanult dolog, hogy ennyire túl gondoljuk a dolgokat? Tehát ezt... Hát, ez lehet egyéni probléma is. Lehet egy PhD témakör. Aha. De karmának is... Karma? Hát karmának bizony karma. Jó, éles. De mindenkire jellemző ez egyébként. Tegyünk egy kulturális körsétát Debrecen körzetében 20 kilométeres rádiusszal, hogy ki gondolják túl a dolgokat, és azok hányan vannak? Kicsit ilyen társadalmi szintűnek érzem ezt a jelenséget. Az rajtad nem segít. Sőt, univerzális. Az se segít. Annán csak Anna segíthet. Szerencsére. Jó? Tehát megint csak nem viszonyítjuk annyira magunkat a világhoz és a társadalomhoz, hogy ezzel a felelősségünket ugye megpróbáljuk levenni magunkról, a vállunkról, és meg kell nézni pillanatról pillanatra, mennyire tiszta a tudat, és visszatérni a gondolkodás elé. Ide. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolat, letisztul a tudat, mint a tér, mint a tükör, de ha elkezdesz gondolkodni, megint összezavarodik a tótükre.
megint elkezdesz hullámvas utazni. Megint elkezdtünk minősíteni, és a tisztánlátás helyett rendszerek, kategóriák és egyebek vannak. És most emlékezzünk, koan megoldásokról és felébredésről beszélünk, nem pedig arról a mindennapi munkáról, amit ezzel a tiszta tudattal kellene elvégezni, ahol a gondolatok, az érzelmek, a táblázatok, a minősítések mind rendben vannak. Mert pont azt csinálják, amire szükséged van, hogy meglegyen a pénz a hó végén. Jó? Tehát nézzük meg, hogy mi mire való, és használjuk azt arra. Csak tedd. És akkor nincs gond. Oké? Okay? Az lenne a kérdésem. Üdvözöllek. Üdvözöllek. Hogy a megvilágosodás útján a kísértéseknek kötelező érvényűen meg kell jelenni. Tehát én most itt arra gondolok például, hogy mondjuk Jézusnál, tehát az ösvényen, amikor valaki elindul a önismeret útján, Jézusnál is megjelent a kísértő erő. És most, hogy mivel kísértette meg hogyan, az is lényeges, Buddhánál is megjelent. Szerinted, vagy mit gondolsz erről, hogy maga a kísértésnek törvényszerű a megjelenése? Hogy segítsen, vagy gátoljon, vagy egyáltalán hogy vélekedtek erről, vagy hogy vélekedsz erről? Mindenki nagyon komoly kérdéseket és feladatokat kap az úton, és már az, hogy kísértésnek minősítesz valamilyen jelenséget, már ez azt jelenti, hogy beleestél egy csapdába. Mitől lett az kísértés? Azért, mert olyan irányba hívja, amire ő eredetileg nem készült, egy olyan horizontot nyit meg, amit eddig nem látott, de ez nem egyezik azzal az eredeti céllal, amit ő fölvett magának. Tehát, hogyha valami kísértés lett, akkor azon nyomban legyártottál egy dualisztikus kategóriát, és megnehezítetted a saját dolgodat. Ehelyett nézzük meg, hogy az a gyönyörűséges jelenség, aki éppen eléd került, ő mit akar? Tehát ne csak így materializáljuk, hogy kísértés, mert szép, mert kívánatos, mert hív, mert vágyat ébreszt, mert kérdez, ugye? Hanem nézzük meg, kiről, miről van szó, hogy működik, mit akar, és hogy ennek az akaratnak, ennek a működésnek az iránya az enyémmel egyezik, vagy különbözik. És hogyha egyezik, akkor semmi gond, mert egyfelé megyünk, ha pedig különbözik, akkor viszont vagy az van, hogy én módosítok irányt, vagy ő módosít irányt, vagy pedig elköszönünk egymástól. Tehát azért fontos az, amit ugye a Buddha megvilágosodása előtt közvetlenül tapasztalt, mert még egyszer felmerültek a lehetőségek, hogy házas életet éljen, hogy vitéz legyen és király legyen, hogy egy nagyon komoly önképet megtartson, és ezzel éljen tovább. És azt mondta, hogy köszönj szépen, nem, és ezt nem is kellett másképp tennie, mint úgyhogy nem mozdult. Tehát nem mozdult, nem követte Márá lányait, nem mozdult, tehát a nyilak nem érték el, nem mozdult, tehát az az én kép, ami így feljött előtte, ugye, az el is ment. És ez az az igazi ugye, feladat, kérdés vagy válság, amikor a döntéseid definiálnak téged. Az vagy, amit döntesz. Tehát ha te úgy döntesz, hogy mész abban az irányban, akkor te megváltozol, és már nem vagy ugyanaz, aki voltál. De ha tovább mész az eredeti irányban, akkor se vagy ugyanaz, aki volt, mert kiálltad a próbát. Tehát ezek próbák, kérdések, kísértések, akárhogy hívod, az igazi működésükre kell rálátni, és azt, hogy mit teszel te vele, és ő vagy az mit tesz veled. Tehát a drog ugyanolyan kísértés, mivel volt egy komoly pszichedelikus generáció, aki közül nagyon nagy része kiégett és meghalt, és van egy pár, aki hatalmas tapasztalatokkal a birtokában él, nagy részt leszokott róla, vagy már csak valami nagyon enyhét így fenntartó üzemmódban szed, és rájött, hogy az igazi tapasztalatot, amire ő törekedett kémiai segítséggel, nem lehet kémiai úton igazából megtartani. Még előidézni tisztán sem. A módosított tudatállapot, az pontosan azt veszi el, amire törekszel, a tudat tisztaságát. Módosult. Hát módosult mindenképp, és kémiailag módosult, nem úgy, hogy lekentek neked egy pofont. Az még sokkal valóságosabb, mint szétütni magadat valamilyen designer cucca, aminek most már 90%-os a piaca. A maradék hagyományos cucc az a 10. Most már nem tudod, hogy
ezeken a beceneveken ki mit fogyaszt. Tehát nagyon vigyázzunk azzal, hogy ne csak minősítsük a dolgokat, lássuk a dolgokat és a személyeket körülötted úgy, ahogy azok vannak, igazi valójukban, és nézd meg, hogy ők merre mennek, milyen irányba mennek, az ok és okozat az ő személyiségükben, a létükben, milyen irányt követ, és el kell döntened, hogy te csatlakozni szeretnél-e ehhez. És ha igen, akkor tedd ezt meg teljes nyugalommal és teljes önbizalommal, ha meg nem, akkor merj elköszönni tőlük. És merd azt mondani, hogy köszönöm szépen, te erre, én arra, viszontlátásra. És ez látod, nem minősítette az egyiket jónak vagy rossznak. Ez egy nagyon-nagyon csali mese, hogy nekem jónak kell lennem ahhoz, hogy a rosszat legyőzzem. Ugye? Ezért kell nagyon vigyázni, hogy a különböző címkék és minősítések helyett a dolgok és emberek valódi működését lásd meg, és itt van egy nagyon komoly egyenlet, amennyire tisztán és mélyen látod önmagadat, oly mélyen és tisztán látod a másikat, per a világot. Ha magadnak hazudsz, akkor a világ is hazudik neked, és egy másik ember is, pont ott, ahol te elhárítasz, takarsz és elfojtasz. Ugyanis a világ is, meg a másik ember is ezeket a pontokat üti állandóan, amíg te nem mersz velük szembefordulni, nem mersz velük szembenézni, és magad számára nem tapasztalni azt, amit eddig másokra projektáltál. Tehát nagyon kemény ez a megismerés, azért, mert az illúzióiddal, az önképeiddel, az ideáiddal kell fizetned. Na, ez a legnehezebb valuta. Itt nincs bank. Itt te vagy. Tehát magaddal kell ezt az egészet finanszírozni, és magadból. És amikor kicsit közelebb jutsz igazi önvalódhoz, ez egy teljesen más érzés, mint amikor a saját egódnak a kényelmi zónájában ott szépen fürdőcskeztél. Az első nagy válság pontosan olyan, onnan fog kirúgni páros lábbal, el kell hagyni a kényelmi zónát, felelni kell kérdésekre, válaszolni kell kihívásokra, végképp nem csak kísértésekre, akkor majd megnézed, hogy hova mész. Arra akarsz menni? Akkor menjél bátran. Nem? Akkor legyen bátorságod elköszönni és követni az utadat, még ha nem is annyira boldog, nem is annyira társas, nem is annyira gazdag, vagy híres, vagy hatalmas. Miért? Mert ha nem azt csinálod, amiben hiszel, és nem azokkal vagy, akikben bízol, akkor nem a saját életedet éled, hanem valaki másét. És egy így elpazarolt életnél szomorúbb nincs. Amikor rájöttél a végén, hogy végig projekciókat és illúziókat követtél, és megpróbáltad elhitetni magaddal, hogy boldog vagy, de a lelked legmélyén nem voltál az, mert egy eredeti mozdulatod nem volt. A saját tudatod szabadságát egy pillanatra nem tapasztaltad. És akkor egyszer csak vége, és ez a hú, hát ez fárasztó volt, és semmi értelme sincs. Jó? Tehát nézd meg Macbeth, azt hiszem negyedik felvonás, az egyik leggyönyörűbb monológ. Szerb Antal bácsitól kezdve mindenki idézi. Rájön, hogy akármit csinált a hatalomért Macbeth, az teljesen hiába való volt. És megindult a Dunfermline-i erdő, ugye, a katonák a lombokkal a páncélban a kastély felé. És akkor megszólal, holnap, és holnap, és holnap tipegve vánszorog a kimért idő a végső szótagjáig, és minden napjaink csak bolondok úti lámpásai voltak a porhalálba. Huny ki, kurta láng! Az élet csak egy tűnő árny, egy szegény ripacs, aki egy óra hosszat dúl fúl, majd elnémul, egy félkegyelmű meséje, zengő tombolás, de semmi értelme sincs. Tehát ne így érd le az életed. Tehát merj hinni abban, amit csinálsz. Merj azokkal lenni, akikben bízol, mert a végén mindenképpen szint kell vallani. Mindenképpen a saját ítélőszéked elé állsz. És akkor nincs kegyelem. Magadnak nem tudsz megbocsátani főleg. Hogy? Egyéb kérdés? Akkor nekem van egy kérdésem. Itt nagyon szép sok fényforrás van. Most képzeld el azt, hogy van egy igazi gyertya. És van egy üvegablak. Meggyújtod a gyertyát, és oda teszed az üvegablak elé, ahonnan visszaverődik a fény.
Melyik az igazi fény? A gyertyafénye, vagy az ablakból visszaverődő fény? Na, erre mit mondtak? Nehogy fotonokról kezdjél el beszélni, meg kész, én 10 halált halok, hogyha most ilyen fénytan, de kattogott nagyon. Ajajajajajaj, mind a kettő? Na most akkor a villany, akkor az ablaküvegnek is állítsuk ki a villanyszámlát, vagy hogy van ez? Nem, nem jó. Mondd, Nimrod. Az jutott eszembe, hogy az az igazi fény, ami észreveszi. Csúnya rossz macs, de nem teljes, szerencsére nem teljes. Tehát még egy picikét dolgozni kell rajtad, az, hogy nem estél bele egyik szélsőségbe, se az nagyon jó, de a válasz az olyan 10%, mert még kicsikét a magyarázó, idéző üzemmódban ott vagy. Na, ha ezt közvetlenül, demonstratíve, de csak az interjú szobában elém teszed, akkor lehet, hogy 100-as lesz belőle. Egyelőre Parasz bácsi megy a saját szekere után, és nézi, hogy hol lehet felülni a bakra, hogy a kantárszárat megragadja, jó? Vagy a gyeplőt. Egyelőre ez van. Mögötted? Én azt szeretném, hogy miért kell igazi fényt keresni? Tehát miért nem fogadható el mindkettő fénynek? Tehát miért a kérdés? Hát, hogyha nem állunk az igazság talaján, akkor az illúzióink pont a legnagyobb szükségben tudnak minket cserben hagyni. De mi az igazság? Mi az igazság? Tehát igen. Tehát neked mások igazságod, mint nekem. Biztos? De milyen színű ez a bot? Hát, nem látom, barna, de hát ez... Odaadom szívesen. Ámberek, milyen színű ez a bot? Hat haja. Innen akár fekete is lehet. Barnás, feketés, vöröses, aranyló, fénylő. Van rajtad kontaktlencse? Van. Na, lehet, hogy attól. Lehet. De ebben így hétköznapi tudattal van egy kis barna szín, meg egy kicsit sötétbarnás. Esetleg, fekete az nincs. De innen fekete is van, mert a fény annyira, tehát olyan árnyékot vet rá az a spot, hogy innen feketék is vannak benne. Örülök neki. Az árnyék, a feketék. De a barnában egyetértünk, mint többségi szín árnyalat, jó? Tehát ennek legalább kétharmada van ennek a barnának, és akkor az ott van, abszett. Rendben van. Ez a mi közös igazságunk, hogy a bot nagy részt barna. És ez már nem más. Jó? Tehát az, hogy egyénileg egy csomó mindent másképp látunk, az rendben van. De most egy felhőtlen kék égre kimész, az neked is kék, nekem is kék. De nem biztos, hogy ugyanazt az érzést felteti bennünk, vagy ugyanazt az élményt, vagy ugyanazokat a... Tehát nem lesz ugyanaz. De ugye nem dolgozol a marketing szakmában, vagy valami politikai kampánynak, mert ezzel a gondol... nagyon-nagyon sikeres lehetnél. Nem, tehát ez... jó. Mondták, de nem. Mert mostanában az van, hogy ugye nem csak, hogy a két kék nem ugyanaz, hanem, hogy az énegem kékebb, mint a tiéd. Az a szomszéd. És hogyha a szomszédnak mégis kékebb lenne az eg, akkor dögöljön meg a tehene. Ugye? Hát itt tartunk. Tehát ezért kéne kicsikét relaxálni, és megnézni, hogy mi ez a közös, amit találhatunk. Na most, el lehet fújni az ablaküvegben visszatükröződő fényt? Meg lehet gyújtani? Nem. És a gyertyát? Igen. Igen, és mi van, hogyha vak vagy? Itt a koan tovább vitte le, jó? Tehát azért gondolkodjunk el, hogy az igazi fény honnan van. Apróság. De fény mindkettő, tehát most ebben az értelemben... Igen, bizony. Csak ezzel nem oldottad meg a kérdést. Az is igaz. Ugye? Jól van. Ez csak... Eléd hoznak egy harangot, és ezt megütik. Honnan jött a hang? Honnan jött a harangszó? Honnan jött a harangszó? Hát nem jó. Egyéb válasz. Mert ha nincs harang, ugye, akkor honnan jönne a harangszó? Igen, de ha nincs ütő, ami megüti a harangot, akkor honnan jön? Csak észlelem a hangot. Na de, ha nincs levegő, ugye, akkor hogyan észleled a hangot? Ha nincs füled, akkor hogyan van benned a hang? Akkor nincs.
Na de mégis megütöttük a harangot, tehát megszólalt. Honnan? Leszűkíted a harangra, hiba. Hozzáteszed az ütőt, még mindig nem teljes. A levegőt, aztán a füledet, a halló tudatodat, ami értelmezi, hogy ez harang, és nem mondjuk repülőgép itt a fejünk fölött. Honnan jött az éned? Jó? Tehát ekkor lehet egy picikét másképp gondolkodni, és másképp látni, mint a konvencionális, leszegezett, letokolt ugye, realitástudatban. Látod, hogy nem teljes, nem tökéletes, és abszolút nem adja meg azt a tudati szabadságot és tisztaságot, ami mint lehetőség bennünk van. Ezért gyúrunk ilyen paradoxonokra és koanokra, hogy ezt kicsit tapasztald meg, és érd el azt a lehetőséget, ami mint látás, mint megvilágosodás, mint kiegészülés, mint felébredés bennünk van. Csak maga a szerszám annyira szúrós, hogy nem szoktuk szeretni megfogni. Fáj. Fáj az, hogy nem tudok rá válaszolni, meg fáj a történet. Úgyhogy nagyon érdekes ugye, gyakorlataink vannak, például 6. pátriárka Huineng, amikor még nem volt pátriárka, akkor ő az 5. pátriárka templomában növendék volt, és fizikai munkát végzett, és egyszer csak az 5. pátriárka úgy döntött, hogy sok-sok év után tanátadást fog végrehajtani, és azt a versenyt írta ki, hogy mindenki demonstrálja a dharmában, a buddhista tantban való elmélyültségét, és ezt fejezze ki egy költeménnyel, amit bárhova felírhat. És a szerzetes vezető, Shen Xiu, ő azt mondta, hogy jó, jó, annyian kérik, hogy ezt írjam föl a falra, föl is írom. És akkor azt mondja, a test, a bódhifa, a tudat, a tiszta tükör állványa, állandóan tisztíts, tisztíts, tisztítsd, ne engedd, hogy por szálljon rá. És ezt természetesen Huineng, aki írástudatlan volt, nem tudta elolvasni, csak látta a nagy csődületet, hogy mindenki magasztalja, milyen szép, milyen jó, és megkérte az egyik szerzetes, hogy testvérem, elolvasnád ezt nekem? Természetes, elmondja. És megkérdezi Huineng, hogy végül is mi volt a feladat? Elmondják neki a feladatot, és mindenki fölírhatja a költeményét? Hát persze, de te ki vagy? Te még nem is vagy szerzetes, nem is tudsz írni. Ezt én mind értem, csak azt a segítséget kérném, hogy amit mondok, azt légy szíves mellé írni a sorokhoz. Szeretném ezt a költeményt a sajátommal kiegészíteni. Rendben van. Mi legyen? 6. pátriárka, aki még akkor nem is volt 6. pátriárka, ez diktálja. A bódhinak nincs fája, a tiszta tükörnek nincs állványa, eredetileg semmi sincs, hol a por. És akkor mindenki nézi, ez meg ki volt? Ki pökte ezt ide? És akkor kijön az 5. pátriárka, és azt mondja, micsoda fércmű, és Huinengnek a köteményét a cipőjével szépen letörli a falról, és visszavonul. Huineng meg mindenféle különösebb reakció nélkül visszamegy rist hántolni, mert nézhetsz ilyen tradicionális kínai ábrázolásokat, hogy van egy ilyen gémes kútszerű valami, csak nem kútkával meg víz, hanem ott van a rizses nagy vajling vagy dézsa, és itt szépen így ütögett egy ekkora nagy tuskóval ezzel a gémes kút szerű állványjal, és akkor szépen hántolja a rist. És a rizshántolónak vannak ilyen fa alkatrészei, lehet rá támaszkodni, megkapaszkodni benne. És az 5. pátriárka pontosan tudta, hogy mi történik, azt is, hogy kiírta föl, illetve hogy kinek a költeményét vésték oda fa. És kimegy a rizshántolóhoz, körülnéz, aztán hátat fordít Huinengnek, és megüti háromszor a botjával a fakorlátot. Huineng nem szól semmit, nincs válasz, semmi az égvilágon. Viszont a takarodó utáni 3. órában, ami az éjfél,
Kilenckor van takarodó minden normális kolostorban, mert ugye korán kelünk. Éjfélkor bemegy az ötödik pátriárka szobájába, de nem ám az első ajtón, hanem a hátsón, hiszen a hátat fordít, és a három ütés az azt jelentette, hogy ne az első ajtón gyere, hanem a hátsón. És akkor az ötödik pátriárka titkos tanátadást hajtott végre, odaadta a Buddha táját, a Buddha kassáját, amit 28 generáción keresztül, plusz 5 generáción keresztül őriztek indiai és kínai pátriárkák, és azt mondta, hogy menekülj. És Huineng ment is. Igen ám, csak hogy reggelre kiderült, hogy tanátadás megvolt, aki megkapta a tant, az nem is volt szerzetes, és írtó nagy ribillió lett, mert nem a papírforma érvényesült, és nem a birodalmi tudat kapta meg a tant, hanem valaki nagyon eredeti és tiszta tudatú. És akkor elkezdték üldözni. És nagyon sok ex-katona volt ott, akik ugye kolostorba vonulva szerették volna már szemlélődve tölteni életük hátralévő részét, de hát ezért a mesterségüket, nyomkeresés, üldözés, egyebek, ezt se felejtették el, és akkor kommandó elindul, és másfél nap alatt beérik, és Huineng látja, hogy itt nincs kecmec, el fogják kapni. Fogta, letette a kasát és a tálat egy sziklára, és elbújt egy másik nagy szikla mögé. Üldözők beérik, és a legelső, aki egy volt tábornok volt, azt mondja, itt van, most megszerzem. Én leszek akkor a hatodik pátriárka, akkor még nem volt ilyen fénymásológép, meg internet, meg ilyen nyilvántartás. Nálad volt a tárt, te voltál, az ki tudja, mi történt előtte. Hozzányúlna, felvenni, nem mozdul, mintha összenőtt volna a sziklával. Akkor megijed. Hiába volt katona, erre nem számított. És akkor azt mondja, így a nagy levegőjékben, mert azért érzi, hogy nem mehetett messzire Huineng, azt mondja, fiatalabb testvérem, nem foglak bántani, kérlek, gyere elő. Hát előjöttél volna, nem olyan messzire rongyoltál volna el, hogy csak de Huinenget ugyanúgy kötötte a tál és a kasa, és nem azért, mintha neki az fontos lett volna, hanem azért, mert ő is látta, hogy mi történik. Itt valami egész más működött, mint az emberek konvencionális tudata. És előjött, és odaáll az üldözője elé, mire az üldöző azt mondja, én nem a tálért és a kasáért jöttem, hanem a darmáért. Kérlek, taníts! És akkor Huineng így szól hozzá. Amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? És ezt hallva az üldöző elérte a megvilágosodást. Amikor ez megtörtént, akkor visszakérdezte Huinenget, hogy fiatalabb testvérem, kaptál-e más titkos tant az ötödik pátriárkától? Azt mondja Huineng, nem, amit hallottál, az teljes, és maga az egész. Ekkor az üldöző így szólt, akkor kérlek, engedd meg, hogy a tanítványod legyek. És akkor Huineng így válaszolt, ha te már ezzel a tudattal bírsz, akkor mind a ketten az ötödik pátriárka tanítványai vagyunk. Menj békével. És akkor ő szépen fölvette a kasát és a tálat a szikláról, és ő is ment békével. De a fámához hozzátartozik, 17 évig még vándorolt, utána jelent csak meg egy templomban, akkor avatták szerzetessé, és akkor lett ő a hatodik pátriárka. Ő az, aki a Zen 5 iskoláját megalapította. Az öt iskolának az egyike az a Rinzai, a másik a Soto, koreaiul Imje vagy Jodong. Aztán volt még a Yunmen vagy Unmun iskola, utána a Wuzi Fayen, és az Unmun iskola az pedig teljesen eltűnt. Az ötödik pedig a Wian iskola volt. Úgyhogy ezeknek a nagy leszármazása az, ami a Zent élteti, és Huineng még életében összetörte a tálat, ízzé porrá, és elégette a kasát, azt mondja, ezért embernek ne legyen bántódása. És onnantól kezdve nincsen igazi tárgyi bizonyítéka a tanátadásnak, hanem inkább egy poéma, egy pecsétes ugye, kalligráfia,
és a többi, és a többi. Úgyhogy az a kérdés, amit már itt a meditációval kicsit már ismerkedő emberek használnak, ez a mi ez? Tehát mi az, ami lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez benned? Az ebből a huinengi mondatból származik, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Röviden, mi ez? Olyan típusú lenne a kérdésem, hogy a zen folyamatban a tudat és az elme élesen meg van-e különböztetve? Vagy a kettő egy? Egymondatos definícióval. Mi a tudat? Ami érzékeli az elmének a működését. Mi az elme? Az elme, ami összekapcsolódik az érzéktárgyakkal és közvetíti az érzeteket. A tükör függ-e attól, hogy van előtte valami? A szemlélőtől függ. A tükörnek a léte, az egzisztenciája függ-e attól, hogy van-e tárgy vagy tárgyak, amit nem, ugye mutat? Az csak van, és azt mutatja, ami megjelenik előtte. Tehát, ha megjelenik előtte valami, azt mutatja, ha nem jelenik meg előtte, semmit nem mutat. Így van? Változtat-e ez a tükrön valamit? Funkciója nem változott. Nem. Miben létében változtat? Nem. Akkor megválaszoltad saját magadnak a kérdést a tudat és az elme összekapcsolásáról. Jó. Gratulálok. Egyéb kérdés? Hát, hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, csalódott arcokat látok, hogy nem erre számítottunk. Néhány mosolyt is, néhány teljesen közömbös arcot is, és higgyétek el, hogy mindez így van jól. Ezzel a reakcióval, amivel ma ti hazamentek, az a ti zen környezetetek. Az igazi kérdés, hogy pontosan mit szeretnétek. Szeretnétek-e ezt megtartani, vagy szeretnétek-e változtatni ezen? Ugyanez vonatkozik a karmátokra. Hazamentek, és vár valaki, vagy valakik otthon, emberek, vagy kutyák, vagy macskák, ugye, a megszokott tárgyak, bútorok. Az igazi kérdés, hogy így szeretnétek-e ezt, vagy szeretnétek-e rajta változtatni? Ha igen, akkor milyen irányban? Merre felé? És ha megnézed, hogy az idő milyen kegyetlenül telik, nem tudomást venni arról a változásról, amely ebben a világban beleértve téged is végbe megy. Az egyetlen egy dolog, amit tehetünk, hogy tudomásul vesszük, és irányt szabunk ennek a lehető legegységesebb, legtisztább tudattal, melyből az összes kívánt minőség származik, mint bölcsesség, együttérzés, önzetlen segítség, boldogság, odafordulás és a többi. De ha nem végzed el a kemény munkát, akkor nincs meg az az egységtudat, nincs meg az az alapvető tapasztalat, amiből ezek a kívánt minőségek származhatnak. És én ehhez a munkához kívánok mindenkinek nagyon nagy szívet, hogy beleférjen az egész világ, nagy eltökéltséget, hogy az összes karmádon juss túl, és elvárások nélküli önzetlen odaadást ahhoz, hogy be is teljesíthesd azt, amit elkezdtél. Mert amikor elkezded, akkor azt magadért kezded, de mire befejezed, azt látod, hogy magadért nem tudod befejezni. Az csak másokért lehet. Köszönöm a figyelmet.